Sziasztok! Alig vártam ezt az időszakot, hogy végre gyertyákat gyújthassak esténként, és kellően jó hangulatot teremtett ahhoz, hogy a héten a horror irodalmába ássam bele magamat egy kicsit. Leginkább a pszichológiai horrorok területébe, ugyanis még a múlt heti videó kapcsán, amikor a gótikus irodalomról beszéltem, akkor vetődött fel bennem a kérdés, hogy de hát vannak mostani horror regények, amelyek szintén érdekelhetnek, és amelyekben nem feltétlenül az ilyen fantasy elemek domborodnak ki, hanem igenis a lélekre, a pszichére hatnak. És találtam is jócskán ilyen könyvet. Természetesen megkerülhetetlen alak Stephen King, akitől én már olvastam a Cujót, és a macskám most nagyon rosszalkodik. Olvastam a Cujót még tínédzser koromban, és arra emlékszem, hogy pár nap alatt elolvastam, és aztán megnéztem filmen is. És nagyon-nagyon tetszett, mert nagyon-nagyon feszült volt a hangulata annak a könyvnek, és éppen ezért tervezek a jövőben majd Stephen King-től olvasni, de egyébként rengeteg filmes adaptációját láttam, de azt gondolom egyébként, hogy az ő zsenialitás az mégiscsak a könyvekben jön elő, nem pedig a filmvásznon, úgyhogy mindenképpen szeretnék majd tőle olvasni a jövőben, és ebben a videóban kettő könyvet láthattok tőle, ugyanis most a Bram Stoker díjról lesz szó. Mint tudjátok, ő a Drakulának a szerzője, és én éppen most már a könyvnek a legvégén vagyok, és úgy gondoltam, hogy egy kicsit beszéljünk arról a díjról, amit róla neveztek. A Bram Stoker díjat a Nemzetközi Horrorírók Egyesülete adja át, minden évben egy olyan szerzőnek, aki a horror területén kiemelkedőt alkotott, és ez immáron 1987 óta van így, tehát egy jelentős irodalmi díjnak mondható, és 13 kategóriában díjaznak, ez az a legjobb regény, de az első könyves szerzőket is díjazzák, illetve aki a Young Adult, Middle Grade szekcióban alkotott, vagy antológiákat is, non-fiction regényeket is, és minden évben átadnak egy életmű díjat egy-egy olyan horror szerzőnek, aki már jelentős múltat tudhat a maga mögött. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes díj, és úgy döntöttem, hogy most ebben a videóban olyan könyveket fogok mutatni, amelyek elnyerték a díjat, és egyetlen egy olyan könyv lesz, ami itt van a polcomon, de csak jelölve volt, viszont én nagyon szeretném elolvasni. 1987-ben a díjat elsőként Stephen King és a Tortúra kapta meg, és a horror nagymestere természetesen a következő években elég sokszor bezsebelte ezt a díjat, ami egyébként néhány cent is, és egy kísértett házra van formában, egyébként Stephen Kirk nevezetű szobrász tervezte, és van egy kis réz ajtaja, amikor átadják a díjat, akkor kinyílik, és egy kis táblán ott van a szerző neve, és a könyvnek a címe. A Tortúrából készült William Goldman filmet én évekkel ezelőtt láttam, és teljesen a hatás alá kerültem akkor, viszont tudom azt, hogy könyvben Stephen Kingnek a nyomasztása az még erőteljesebb, és tényleg hátborzongató történetről van szó. Annak ellenére, hogy ugye nincsenek benne szellemek, nincsenek benne természetfeletti jelenségek, és úgy igazán nem is kapunk egy vérbeli gonosz karaktert. Nagyon sokan ajánlották már nekem, hogy olvassam el, úgyhogy most már itt van a polcomon, mindenképpen szeretnék időt szállni rá jövőre. Úgyhogy ez lesz az első Stephen King a Cujó után, amit el fogok olvasni. Paul Sheldon romantikus szerző, autóbalesetet szenved, és ennek következtében mindkét lábát eltöri, illetve elveszíti az eszméletét. Szerencséjére
Hát, vagy éppen nem, arra jár Annie, aki történetesen ápolónő, és első számú rajongója a férfinak. Hát azonnal hazaviszi magához, és Paul már itt tér magához. A nő elmondja neki, hogy a hatalmas havazás és hideg miatt nem működnek a telefonvonalak, és nem lehet őt most jelenleg kórházba szállítani, úgyhogy ő fogja őt ápolni. Paul emiatt egyébként nagyon hálás a nőnek, és kezdetben úgy is gondolja, hogy rendben van így, és jó helyen van, és tényleg lubickol abban a szerepben, hogy a nő mennyire rajong érte. Azonban hamarosan rá kell döbbennie arra, hogy valami nem stimmel a nővel. És a nő tudja, hogy Paul tudja, amit nem szabadna tudnia. Kettőjük között elkezdődik egy macskaegér játék, és hol a fizikailag magatehetetlen férfi próbálja manipulálni a rajongó nőt, hol pedig ez az okos, ám őrült pszichopata tartja markában a megtört férfit. Nem véletlenül lett ez olyan óriási klasszikus, mert egyébként most is hátborzongatóan hat rám, ahogy erre gondolok, és főleg Kathy Batesnek az alakítására, ami elképesztően fenomenális volt. Úgyhogy remélem, hogy hamarosan sorra tudom keríteni majd ezt a Stephen King könyvet. 1988-ban Thomas Harris és a Bárányok Hallgatnak című könyve nyert, és amikor készültem erre a videóra, akkor úgy döntöttem, hogy meg fogom rendelni mind a négy könyvet, ugyanis ez egy tetralógia, és ezennel mondhatom, hogy a könyvstoppom az véget ért. Körülbelül így is terveztem, hogy így szeptember vége felé már fel fogom oldani, de egyébként ezek a könyvek még azért nem most fognak megérkezni, viszont alig várom már, hogy a polcomon legyenek, mert nagyon felkeltette az érdeklődésemet ez a sorozat. Ezekben a könyvekben az a közös, hogy szerepel bennük egy Hannibal Lecter nevű férfi, aki egyébként kannibál sorozatgyilkos, és korábban pszichiáter volt, aki már börtönben sínlődik, de innen segíti az FBI-nak a munkáját. És hát a Bárányok Hallgatnakban is kapunk egy Buffalo Bill nevezetű sorozatgyilkost, és az FBI egy Clarice nevezetű FBI ügynököt kér meg arra, hogy menjen be Hannibal Lecterhez a börtönbe, és próbálják megalkotni együtt ennek a férfinak a profilját, és hát így segíti gyakorlatilag a nyomozóknak a munkáját Hannibal Lecter. Az első rész az 1981-ben jelent meg Vörös Sárkány címmel, amiben egyébként Hannibal úgy tűnik fel, hogy majdnem megölte az egyik FBI dolgozót, aki kap egy feladatot, ugyanis egy Fogtönder nevezetű gyilkost kellene elkapnia, és hát ehhez is ugye Hannibal Lecternek a segítségét kérik. Aztán ugye 88-ban jelent meg A Bárányok Hallgatnak, aztán, ha minden igaz, akkor 1999-ben, tehát 11 év múlva jelent meg a Hannibal, és ebben már nincs börtönben a férfi, hanem elszökik onnan, és valahol azt hiszem Olaszországban él, de itt is természetesen van egy másik ügy, ami kibontakozik, és a negyedik az pedig a Hannibal ébredése, ami a 2000-es években jelent meg. Ennek annyira nem néztem utána még, de rettentően izgalmasan hangzik számomra ez a sorozat. Én azt gondolom, hogy ez nekem való, és ez tényleg ilyen őszi-téli könyv, aki szereti a krimiket, nyomozást, és szeret borzongani, annak szerintem ez tökéletes, klasszikus valójában. Közben gyorsan utána néztem a Hannibal ébredésének, és gyakorlatilag ez a könyv, ez beillik az első résznek is akár, ugyanis Hannibalnak a gyerekkorát mutatja meg, és meséli el azt, hogy hogy lett belőle kannibál sorozatgyilkos, és mi késztette őt ezekre a szörnyűségekre, és a hideg is kiráz ettől egyébként. De A Bárányok Hallgatnak volt az a könyv,
ami a legsikeresebb lett a négy közül, és bizonyára ismeritek az ebből forgatott filmet, ugyanis Dr. Hannibal Lecter megformáló Anthony Hopkins figurája azért nagyon karizmatikus, és nekem beleégett a retinámba néhány jelenet abból a filmből. Hát igen, szóval a Baltimore állami fegyházban van, ahol őrültek vannak bezárva, és ide érkezik meg Clarice Starling, akit kivontak az FBI kiképzésről azért, hogy a Buffalo Bill ügyre ráállítsák, és ugye az a feladata Hannibalnak, hogy elmondja, hogy mit gondol erről a férfiról. Igen, nem, de az első találkozásuk elég kínosra sikeredik, ugyanis Hannibal nagyon sok mindent szeretne tudni Clarice-ről. De aztán egyre jobban kibontakozik a történet, és Buffalo több gyilkosságot is elkövet még, és az az érdekessége, vagy hát az adja a különlegességét a gyilkosnak, hogy mindig kivág egy darabot abból, akit megölt, és azt a darabot, azt a bőrdarabot, azt belevarja a ruhájába. Azt gondolom, hogy nem véletlenül nyert 1988-ban Bram Stoker díjat ez a regény, mert amellett, hogy ez egy pszichológiai horror, egy igaz történetből ihletődött Thomas Harris, hiszen egy valódi amerikai sorozatgyilkosról mintázódott Buffalo Bill. És hát közben meg ott van ugye Hannibal Lecter karaktere, aki hát ennél idegenebb karakter nem is lehetne számunkra, nekünk normális emberek számára, de mégis képet kapunk arról, hogy mi késztet valakit a gyilkolásra. És van benne bőven rettegés, félelem, és olyan dolgok, amikkel nem nagyon szeretnénk mi szembenézni, illetve amik tőlünk tényleg rettentő távol állnak. Nagyon érdekesnek tűnik számomra Robert R. McCammon Egy fiú élete című műve, amely 1991-ben kapta meg a Bram Stoker díjat, de a szerző egy évvel korábban is már díjazott lett a Mine, azaz Csak az enyém című regényével, viszont számomra ez a történet sokkal érdekesebben hangzik, mert gyakorlatilag egy coming of age történet bontakozik ki, ráadásul a 60-as években, és ráadásul egy kisvárosban, és hát kapunk benne gyilkosságot is. A mű narrátora Cori, 40-es éveiben járó író, és ő emlékezik vissza a gyermekkorára, és repít minket vissza 1964-be, és egy alabamai Zephyr nevű kisvárosba, ahol egyébként tombol a rasszizmus, és hát az emberek nem túl gazdagok. Az ő édesapja is teljesként dolgozik, és hát minden reggel az az első dolguk, hogy elszállítják a tejet. Cori egyébként egy nagyon álmodozó fiú, akinek hatalmas a fantáziája. Igen, nem, te egyik reggel nem káprázik a szeme, amikor azt látja édesapjával, hogy egy autó egy tóba zuhan. Azonnal oda mennek, és megpróbálják a férfit kiszabadítani, azonban látják, hogy teljesen össze van verve a férfi, és bilinccsel a kormányra van szegezve a keze. És hát újra rádöbbennek arra, hogy itt bizony egy gyilkosság történt. Picit az író játszadozik az olvasóval, ugyanis nem csak ennek a gyilkosságnak a rejtélye bontakozik ki a sorok között, hanem megismerjük ennek a kisvárosnak az életét, és Cori gyermekkorát, az ő apjával való kapcsolatát, barátját, és hát látszólag Cori körül mindenkinek van valami problémája. Például édesapja PTSD-ben szenved, vagy a barátjának az édesapja alkoholista, de ott van a KKK, akik pedig üldöznek embereket, és van árvíz, erőszak, szóval nagyon sok rossz dolog van, és akkor emellett még ott van a halál,
mint fő téma ebben a regényben. Egy külföldi videós mondta azt erről a könyvről, hogy olyan ez, mint hogyha belépnél egy idegen, számodra idegen városba, és kapnál egy nagyon lelkes idegen vezetőt, aki tényleg szereti a munkáját. És pont ugyanő mondta azt, hogy ez egy csodálatosan megírt, ám könyvfakasztó történet, amit nem nagyon tudok összeegyeztetni a hátborzongató és horror elemekkel. Ez egy hullámvasutazás, amikor nem nagyon tudod, hogy az író éppen hova akar téged vezetni, úgyhogy emiatt lett számomra nagyon érdekes ez a könyv. És egyébként szokták Stephen Kinghez is hasonlítani, mert azt mondják, hogy aki szereti Stephen Kinget, az ezt a könyvet is nagyon fogja szeretni. Főleg amiatt, mert King nagyon jól tudott a gyerekek nyelvén írni, és McCammon is ezt rendkívül jól alkalmazta. Úgyhogy kíváncsi vagyok erre az 1991-es Bram Stoker-díjas regényre. 1996-ban Stephen King a Halál soron című regényével nyerte meg a díjat, és azt tudni kell, hogy ez a könyv ez eredetileg 6 részes sorozatként jelent meg, és aztán adták ki egy kötetben. Bizonyára kevesen vagytok azok, akik nem olvastatok legalább egy King regényt. Vagy legalább egy filmes adaptációt nem néztetek meg. Szerintem azért erre az életünk folyamán legalább egyszer sor került. Na hát én 2 filmet tartok, nagyon meghatározónak az életemben, és mindkettőt hát 10 éves koromban láttam, középiskolában, és az egyik volt a Remény rabjai, ami mindmáig a non plus ultra filmnek tartok, és emlékszem, hogy amikor megnéztem, akkor anyukámmal néztem meg, de aztán utána még 5 különböző emberrel le kellett ülnöm megnézni, mert mondtam nekik, hogy ezt mindenképpen látnod kell, ezt nem szabad kihagynod, hát én pedig ugye mindig vágytam erre a katarzisra, amit én kaptam ettől a filmtől. Aztán most már nem mondom, hogy megkapom, de még most is azt mondom, hogy bármikor le tudok ülni, és megnézem. És valahogy hasonló módon voltam én a Halál soron című filmmel is, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a regényt tényleg mindenképpen el kell olvasnom. A helyszín Cold Mountain elblokja, ahol a halálra ítélt rabok töltik utolsó időszakukat, és várják a napot, amikor végig sétálnak az úton, és helyet foglalnak az öreg füstösben, az Old Sparky-ban, abban az elektromos székben, ami majd az ő halálukat fogja okozni. Megismerünk fegyőrüket, és megismerjük a síralomház rabjait, és hát évek óta itt szolgál Paul Edgecombe, aki már sok mindent látott, sok mindent tapasztalt, viszont most megakad a szeme egy nagyon különleges, hatalmas, nagy fekete fickón, John Coffin. Ez a történet is nagyon érdekes, de a többi karakternek a személyisége is nagyon különleges, mert nagyon emberi karaktereket alkotott King, és az az érdekessége, hogy nem az ő szemszögükből nézzük a történetet, hanem a fegyőrök szemszögéből, hogy ők mit gondolnak ezekről a rabokról. Nagyon szeretem az olyan dokumentumfilmeket, amikor gyilkos eseteket mutatnak be, vagy esetleg sorozatgyilkosokat, mert érdekel az, hogy mi vezet odáig, hogy valakiből gyilkos legyen, hiszen alapvetően nem gonosznak születünk, de hogy mit élt meg a gyerekkorában, tényleg, minek a hatására lett valakiből gyilkos. Viszont azt már kevésbé tudom befogadni, amikor mondjuk kivégzésekről írnak, vagy ilyen síralomházról. Úgyhogy ez biztos, hogy engem meg fog viselni, amikor majd olvasom. És ebben a könyvben nem csak az a különleges, hogy ugye a fegyőröknek a perspektívájából látjuk a halálra ítélteket, hanem azzal is szembesülnünk kell, hogy az amerikai igazságszolgáltatásban milyen sok igazságtalanság történt, és bizony voltak, és vannak szerintem még a mai napig olyan esetek, amikor valakit el akarnak ítélni, és bizony a legkeményebb büntetést, a halálbüntetést kapja meg, és hát ártatlanul kell gyakorlatilag
elszenvedni ezt. 2015-ben Paul G. Tremblay és a Szellemek a fejben című regénye nyerte meg a Bram Stoker díjat, és azért keltette fel az érdeklődésemet, mert bár sok könyvre hajaz, és sok könyvből meríti az ihletet, de mégis van benne egy olyan rész, ami szerintem napjainkban egy nagyon fontos horrorra teszi. Egyedit alkotni ebben a műfajban már egyébként szerintem nem is olyan könnyű, hiszen már rengeteg témát kiaknáztak, és hát a szerző Tremblay egyébként az Ördögűzőből vett, és több más híresebb amerikai regényből. Viszont ami egyedivé teszi, azt majd mindjárt elárulom, a középpontjában egy család áll, akik New Englandben laknak, és teljesen átlagos életet élnek. Igen, ám, de egy napon a 14 éves lányuk Marjorie akut skizofrénia jeleit mutatja, és hát az orvosok tehetetlenek, a szülők sem nagyon tudnak mit tenni, ezért az édesapa egy katolikus paphoz fordul, aki azt mondja, hogy bizony démonok szállták meg ezt a lányt, és hát ördögűzésre lenne szükség. És a pap javasolja nekik, hogy forduljanak egy tévéstábhoz, mert ebből ők pénzt tudnának csinálni. És hát szerintem ez a különlegesség ennek a regénynek, hogy ez a család bizony, hát az édesapa már egy évvel elvesztette a munkáját, és rengeteg pénzt kifizettek az orvosoknak, és hát bizony bevételre lenne szükségük, és ezért egy tévéstábbal szerződést kötnek, és valóságsót forgatnak az ő lányuk mindennapjaiból. És hát bizony súlyos tragédiába torkollik ez az eset, és hát egy városi legendává válik a családnak a története. 15 évvel később egy bestseller szerző interjút szeretne készíteni Marjorie húgával, Merrivel, aki akkoriban, amikor ez a valóságsót forgott, akkor mindössze 8 éves volt, és sajnos végig kellett néznie, ahogy a nővére szenved, és fájdalmas emlékek szabadulnak fel, miközben interjút ad. És bizony az, ami a valóságnak látszódott, az nem biztos, hogy igaz volt, nem biztos, hogy úgy volt. És a szerző azért is zseniális, mert egyrészt felveti azt, hogy természet feletti jelenség történik, másrészt felveti azt, hogy ez egy csalás, harmadrészt pedig felveti azt is, hogy ez egy betegség. És az olvasót folyamatosan összezavarja, és igazából maguk a szereplők is ezen tanakodnak, hogy vajon mi történik, hogy mi ez. És az a különlegesség a regénynek, hogy racionális magyarázatod ad a végén, tehát logikusan levezeti azt, hogy mi történt. A kezemben Stephen King fiának, Joe Hillnek a regényét tartom, a szív alakú doboz, és ez nem a fő kategóriában nyert, hanem az első könyvek között, de hát ez mit sem von le a regénynek az értékéből, mert számomra ez volt az egyik legborzongatóbb, és most, hogy rámesteledett, meg pláne, és ez a kép, hát ez is valami brutálisan félelmetes. Szóval a főszereplő az egy korosodó rockstar, Judas, aki hát bizarr dolgokat gyűjt. Egy sorozatgyilkosnak a rajzait, illetve egy 16. században meggyilkolt parasztnak a koponyáját. És hát amikor az asszisztense felhívja, hogy egy aukció keretében árulnak egy öltönyt, amihez hozzátartozik egy kísértet, akkor Judas azonnal lecsap rá, és bizony meg is érkezik ez a bizarr küldemény egy szív alakú dobozban. Hát Judas nem tulajdonít neki különösebb jelentőséget, és szépen el is rakják a szekrénybe a barátnőjével együtt. Igen ám, de egy éjszaka ez az öltöny életre kell. És bizony megjelenik az a kísértet, akihez Judasnak még köze is van. És ez a kísértet nagyon rossz szándékkal kelt életre, és
Milyen az, amikor egy kísértet szeretné birtokolni a te elmédet? Amikor nem tudod irányítani, mert valaki szeretné elvenni tőled. Na hát ez történik itt ugyanis. Ez a halott ember, ez amikor még életben volt, akkor hipnotizőr volt. Úgyhogy elindul egy hajsza a szellemmel, és hogy Judith életben maradjon, ezért sok mindent meg kell tennie. Nagyon izgalmasan hangzik számomra ez a könyv. Én legszívesebben most belecsapnék, de hát erre még várnom kell, jövőre fogom sorra keríteni, amikor kortárs regényeket olvasok majd, de hát azt gondolom, hogy Stephen King fia bizonyított, és tényleg jó úton halad az apja nyomdokain. Ez a regény, amit a kezemben tartok, viszont kakukktojás, mert 1994-ben nem nyerte meg a Bram Stoker díjat. Caleb Carr és a halál angyala. Én már nagyon régóta szeretném elolvasni, már 1000 éve megvásároltam, és ez egy nagyon vaskos kötet. És nekem annak idején, amikor megvettem, akkor első blikre úgy tűnt, mint egy Sherlock Holmes történet, ami át van helyezve New Yorkba, 1896-ban játszódik, és hát kapunk egy Watson doktorszerű karakter, John Moore, New York Times újságíró személyben, aki narrálja a történetet, és kapunk egy nagy elmét, egy nyomozót, doktor Reitzler László személyében. Ennyiben kiismerül, hogy hasonlít a Sherlock Holmeshoz, hiszen itt John Moore, aki iszik és játszik, és ő az igazán furcsa karakter, és egyébként kapunk benne még egy női szereplőt is, aki sokat hozzátesz a nyomozáshoz. Dr. Kreitzler László egyébként alienista, azokat orvosokat nevezik így, akik mentális betegeknek az agyával foglalkozik, és azért, mert az alien azt jelenti, hogy idegen, és ezek a betegek úgy tartották, hogy elidegenednek a környezetüktől, és természetesen saját maguktól is. A 19. század végén a pszichológia, mint tudomány még gyerekcipőben járt. Dr. Kreitzlernek pedig az volt az elmélete, hogy a gyerekkorból hozzuk a legnagyobb sérüléseinket, és azok formálnak minket felnőtt korunkban. Ezt akkoriban eléggé kinevették, és nem vették komolyan. Minden esetre, amikor egy sorozatgyilkos felbukkan, és gyerekeket kezd el megölni, gyerek prostituáltakat, akkor felkéri Theodore Roosevelt, aki akkoriban a rendőrségnek volt a feje, Dr. Kreitzlert, hogy készítsen profilt a gyilkosról, és hát elkezdődik a nyomozás, és végül is ez a regény ezt fejti ki, teszi mindezt elég szerteágazóan, és izgalmasan, úgyhogy én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre a könyvre. És természetesen egyébként a folytatására is. Ennyi könyvről szerettem volna most beszélni nektek. Egyébként rengeteg Stephen King könyvre akadtam, és jövőre lehet, hogy fogok egy olyan hónapot tartani, amikor csak tőle olvasok, mert tényleg egy izgalmas szerzőről van szó, és hatalmas életműve van, úgyhogy bőven van mit pótolnom. Arra kérlek benneteket, hogy írjátok meg nekem, hogy ti milyen horror regényeket szerettek, illetve, hogy a Stephen King-től olvastatok már több könyvet, akkor melyikkel érdemes kezdeni, ti mit ajánlanátok nektek, mi tetszett igazán tőle. Úgyhogy várom a hozzászólásaitokat. Jövő héten fogok jelentkezni majd a toplistával, mert egyébként most úgy gondoltam, hogy nem baj, hogyha van közötte egy másik videó és egy másik téma, főleg, hogy ez most is aktuális, hiszen itt az ősz. Szerintem nagyon sokan vagytok vele úgy, hogy ehhez a hangulathoz az ilyenfajta könyvek nagyon jól passzolnak. Legyetek jók, olvassatok sokat és pihenjetek a hétvégén. Sziasztok!